Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti mozaikot a Kistelek Városi Televízió közéleti magazin műsorát látják. Mai műsorunkban ellátogatunk az ópusztaszeri bürgetanyára, betekintést nyerhetnek Zelei György zarándok hátizsákjába, és Kátai Piroska a Magyarok Országos Gyűlésén tartott előadását is megtekintetik felvételről. Tartsanak velünk! A menopauza, más néven változókor vagy klimax a női lét elkerülhetetlen része. Ennek ellenére még ma is szinte tabu témának számít, és emiatt sok nő sajnos nem is tudja, hogy milyen változásokkal jár ez a természetes folyamat. Mire kell odafigyelni? Milyen kellemetlen panaszok jelentkezhetnek? Hogyan lehet enyhíteni ezeket a panaszokat? Stábunknak dr. Dweig Diana nőgyógyász osztott meg hasznos információkat a változókorról és annak tüneteiről. Menopauza, hát ez egy közismert fogalom, tehát itt körülöttünk van a társadalomban mindenhol, definíció szerint az utolsó szabályos vérzést követően, hogyha eltelik egy év, akkor kimondhatjuk azt, hogy az illető átkerült már a túloldalra, tehát hogy ezen a menopauzális átmeneten túljutott, de valójában ez már sokkal korábban elkezdődhet, tehát van premenopauzális időszak, amikor csak az illető érzi, hogy ezek a tipikus tünetek, vagy nem annyira tipikus tünetek jelentkeznek, de még azért jönnek vérzések, de a definíció, a menopauzának a definíciója, ez a egy év, ami a normális vérzések nélkül eltelt egy évet jelenti. Magyarul ez egy retrospektív definíció, tehát amikor az illető benne van, akkor ezt még nem tudjuk megmondani, utólag meg tudjuk mondani, hogy az utolsó vérzés az akkor volt, hiszen eltelt azóta egy év. Milyen tünetek tapasztalhatók ilyenkor? Nagyon változatos tüneteket szoktak jelezni a páciensek, ami ilyen közös nevező, az általában az a hőhullámok, tehát ilyen hirtelen jelentkező, nagyon erőteljes ilyen melegérzés, esetleg izzadással kísérve. Ugyanez éjszaka, akár olyan szinten, hogy ettől az izzadástól, hőhullámtól akár föl is ébrednek, tehát hogy az alvásukat megzavarhatja. Ez a dolog, magyarul egy alvászavar is társulhat hozzá. Ami még ilyen tipikusan jellegzetes, az, hogy ingerlékenyebbek esetleg, tehát hogy ilyen elsárkányosodásnak szokták időnként a páciensek nevezni ezt az állapotot. Ezek igazából a kezdőtünetek. Későbbiekben, amikor már néhány éve eltelt, abban az állapotban, hogy az illetőnek nem jönnek a vérzései, akkor már előtérbe kerülnek az ösztrogén hiányos tünetek, amik elsősorban a női nemi szerveknek az ösztrogén hiányos állapotából fakadnak. Ezek lehetnek tipikusan a hüvelyszárasság, gyakori vagy visszatérő fölfázások, sürgető vizelési inger, valahányszor az illetőnek pisilni kell menni. Ezek szoktak jelentkezni. A hosszú távú tünetek pedig, miután már akár több évtized is eltelt ebben az ösztrogén hiányos állapotban, akkor pedig a nők már nagyon szépen fölzárkóznak a férfiakhoz a szívérrendszeri betegségek kockázatában. A csontvesztés az eléggé markáns tud lenni, markánsabb is, mint a férfiaknál. Illetve egy ilyen szellemi hanyatlást is összefüggésbe hoznak ezzel a hosszú idővel, ami eltárt ösztrogén nélkül, vagy hát dominánsan ösztrogén nélkül. Ugye ebben a premenopauzális időszakban, vagy perimenopauzális időszakban inkább ezek a hullámzó hormonális változások jellemzőek, viszont ahogyan már átlépünk, a menopauzális átmeneten túljutunk, egyre inkább ez az ösztrogén hiány fogja dominálni a képet. Ebben az időszakban is fontosak, hogy nőgyógyászati szűrésekre járjanak a hölgyek? Mindenféleképpen, igen. Bár most ez éppen változóban lesz, ahogy így figyelem a híreket, tehát semmi konkrétum nem lett még letéve az asztalra, de az, amit a szakmai társaságok már azért elég régóta sürgetnek, hogy például a méhnyak szűrésnek a protokollja megváltozzon és HPV alapúvá váljon, ez most az egészségügyi államtitkár Takács Péter szájából elhangzott, hogy ez meg fog történni, hogy ez most a jövő évben vagy azután, azt nem tudom, de nagyon várjuk
hogy ez megtörtén, ugye ez kifejezetten a nőgyógyászati szűrésre vonatkozik. Eddig lényegében évente jártak hozzánk azok a nők, akik ezt így fontosnak érezték, központilag pedig 3 évente az, akinek nem jelent meg a központi rendszerben, nem jelent meg méhnyak szűrési eredménye, az 3 évente kapott 65 éves koráig behívót. Eddig ez volt a rendszer. A mammográfia, ami ugye nem kifejezetten nőgyógyászati, de azért mi szeretünk ugye erre beutalót adni, illetve én is odafigyelek arra, hogy a páciensek, akik eljönnek hozzám, akár panasszal, akár panasz nélkül, tehát szűrési céllal, hogy ők ilyen szempontból képben legyenek. Azzal kapcsolatban pedig a 45 és 65 év között 2 évente érkezett eddig a behívó, de elég sok emlőradiológus úgy gondolja, hogy igazából már 40 évesen el kellene kezdeni a mammográfiát. Ugye 40 évesen még úgy viszonylag kevesen vannak benne a menopauzában, az nem is az élettani életkor, mert hogy ez elején elfelejtettem mondani, hogy az élettani magyar, mondjuk magyar vagy európai átlag, amikor az a bizonyos utolsó vérzés jön, az az 51 év. Illetve csontsűrűségvizsgálatot lehet még szintén szűrési céllal végezni. Hogyha az illetőnek nincsen semmilyen extra hajlamosító tényezője arra, hogy csontritkulása legyen, és ezek a tényezők, mondjuk az, hogyha a családban, a felmenőknél korán vagy erőteljes csontritkulás volt, hogyha az illetőnek kicsi a testtömege, tehát kifejezetten ezek a kis vékonyka asszonyok hajlamosak rá, nagyon a dohányzás nagyon hajlamosít a csontritkulásra, akkor bizonyos betegségek, illetve bizonyos betegségekre adott bizonyos típusú gyógyszerek, főleg, hogyha hosszú távon szedi az illető, ezek a dolgok hajlamosítanak nagyon a csontritkulásra, de hogyha ezek a tényezők nincsenek meg, akkor elméletileg a miután ez a bizonyos utolsó vérzés bekövetkezett, hogyha ott néhány éven belül indítjuk a csontsűrűség vizsgálatot szűrés céljából, az elegendő az esetek többségében. Ha viszont van kifejezetten ilyen kockázati tényező, akkor érdemes már hamarabb. Van-e bármilyen készítmény, amit lehet, vagy érdemes használni itt a menopauza alatt? Igen, vény nélkül kapható készítmények számos. Van a patikában is, interneten is beszerezhető, ezek általában ilyen fitoösztrogén, tehát növényi eredetű ösztrogént tartalmaznak, és nagyon sok páciensnek valóban segítenek, és ezekben a változókori panaszoknak a kezelésében. Ugyanígy a rendszeres testmozgás, illetve azoknak a káros szenvedélyeknek az elhagyása, amikre eddig még nem került sor, ezek a dolgok nagyon sokat tudnak segíteni, valamint az, hogyha a stresszt igyekszik az illető elhagyni az életéből, és megfelelően táplálkozni. Tehát magyarul, amit eddig mindig az emberek csak halogattak, itt a megfelelő idő arra, hogy ez megtörténjen, és ezek az életmódbeli dolgok önmagukban nagyon sokat tudnak segíteni a pácienseknek abban, hogy javuljanak. Hogyha mindez nem segít, vagy nem így szeretnék megoldani, akkor ugye jönnek ezek a vén nélkül kapható készítmények, és hogyha minden kötél szakad, és nagyon nem tudják kordában tartani ezeket a dolgokat, és jelentős életminőségi romlást okoznak ezek a szubjektív panaszok, akkor kerül sor a nagyágyúra, az orvosi hormonpótlásra, a menopauzális vagy perimenopauzális hormonpótlásra. De ehhez mindenféleképpen orvos kell, orvosi kivizsgálás, illetve orvosi követés a gyógyszerek használata folyamán. Október 12-én az Ópuszta-szeri Bürgetanyán az extenzív állattartásról hallhattak interaktív előadást a látogatók. Az extenzív állattartás, vagyis a külterjes állattenyésztés egy hagyományos tenyésztési mód. Az állatállomány télen-nyáron legelőkön tartózkodik, nem hajtják zárt területre. Ez a fajta pásztorkodás viszonylag kevesebb munkabefektetéssel, de alacsonyabb termelékenységgel is jár. Kitaláltuk ezt, hogy ugye a legelőre alapozott állattartásról mutatunk nektek pár dolgot. Hál' Istennek érdekel is egy pár embert. Nézzük meg együtt a legelőt, nézzük meg az állatokat, nézzük meg, hogy mi lesz a végeredmény.
az ópusztaszeri bürketanyán vagyunk. Mit kell tudni a mai napról? A mai nap egy projektnek a keretében került megrendezésre, ahol biogazdaságokat tekintenek meg az erre érdeklődők. Nálunk az állattartás ugye a fő irány, és ezt szeretnénk bemutatni, illetve ezt a speciálisabb vonalát, amit mi művelünk itt. A tanyán jelenleg is marhatenyésztés folyik. Milyen fajta marhák találhatók itt? Nálunk kétféle fajta van, amúgy a kettő fajta rokonfajták. Az Aberdeen Angus az egyik, ami ismertebb, és a Murray Grey, ami igazából az Angusból lett kitenyésztve. Mind a kettő egy angol szász fajta, a Murray Grey az Ausztráliában lett kitenyésztve, és ezek ugye egy szarvatlan, a legelő tartást nagyon jól tűrő és ehhez szokott fajták, és ugye híresek a jó minőségű steak és barbecue húsaikról. A marhák rideg tartásban vannak, mit kell tudni erről? Erről azt kell tudni, hogy ők nem bent egy istállóba élnek, és mi nem vasvilával állunk mögöttük, hanem ők szabadon élnek. Téli időszakban egy benti karámba vannak, és ahogy az időjárás engedi, úgy hát tavasztól késő őszig volt olyan év, hogy télig is kint vannak legelőn, Gujában vannak, tehát ők egy csoportban élnek, együtt élhetnek, szabadon mozognak, teljesülnek az etológiai igényeik, és mi ezeket mind nagyon-nagyon fontosnak tartjuk. Egyrészt azért, hogy az állatot jól tartsuk, másrészt nagyon befolyásolja ez a húsminőséget is. Hogyan befolyásolhatja ez a húsminőséget? Egyrészt a mozgás által ugye teljesen másképp fejlődik egy izomzat, hogyha mozog, és már pedig ők úgy esznek kint a legelőn, hogy egyik fűcsomótól sétálnak a másikig. Tehát folyamatos mozgásban vannak, ez nagyon jól látszik is az izomzatukon. Másrészt pedig a takarmányozás ugye szintén befolyásolja ezt. Ők ősgyepeken, biominősítési ősgyepeken legelnek, tehát ahol vannak fűfélék, vannak kétszikűek, vannak gyógynövények, és ezek mind befolyásolják a hús minőségét, az egészségi állapotukat is, és ezáltal ugye a hús ízét is. A marhák feldolgozása a vágás után is itt a tanyán történik. Hogyan történik ez? Ez úgy történik, hogy kis termelői engedélyünk van nekünk, ami évi 24 marhát engedélye számunkra, hogy levághassunk. A vágás egy vágóponton történik, és utána onnan kerül vissza hozzánk a hús, negyedelve, és akkor itt van egy kis feldolgozóhelyiségünk, ahol angol szász módszerek alapján vannak kivágva a különféle húsok, és vákumcsomagolásba kerülnek, és onnan kerülnek értékesítésre. Két évet betöltött marhákat vágunk, kettő és három éves kor közöttieket, érett húsú, márványos, fagyús, jó marhát. Majd mutatunk abból is. Nagyon sokféle olyan húst tudunk így értékesíteni, ami Magyarországon például nem annyira ismert. Magyarországon akár így bekerülnek szalámival vagy pörköltbe. Ezek általában ilyen steak húsok, illetve a barbecue sütésnek a szerelmesei ismerik ezeket, hogy milyen különböző kivágások vannak, és ezeket ugye Magyarországon még annyira nem ismert technikákkal tudják fogyasztani. Ez a Butcher Boy fűrészem, ez egy amerikai szalagfűrész, kifejezetten a marha darabolására van kitalálva és nálunk is rendszerbe. Erről azt kell tudni, hogy az utolsó csavarig, az utolsó csapáig, fogantyúig minden totál fel van újítva, mert lényegében csak ez egy alumínium öntvényház, ez volt, ami használható állapotú volt, az egészet újra kellett építeni, de Nagy Józsi barátomnak köszönhetően ez egy csoda. Hogy említette, a vágás után a feldolgozás is itt a tanyán történik. Mi módon történik ez? Hát itt vagyunk ebbe a feldolgozóba, itt ketten a feleségemmel, vagy jó magam, változó attól függ, hogy milyen munkafolyamatról van szó.
angol száz kivágás szerint vágjuk fel a bocikat, vagy daraboljuk a marhákat. Sztékeket vágunk ki, közel 20 szték kivágásunk van, barbecue alapanyagot, pörkölt alapanyagot, levest, mindent készítünk, ami egy marhából lehet. Kiknek ajánlaná az itt elkészült, feldolgozott húsokat? Hát elsősorban végfelhasználónak, sőt, magánembereknek, végfelhasználóknak, mivel hogy egyszerre egy marhát vágunk, a gasztrót nem igen tudjuk kiszolgálni. Igen, a végfelhasználót, akinek fontos az, hogy mit eszik, honnan eszi, tiszta húst kapjon, kis környezeti lábnyommal előállított húst kapjon, akiknek ez fontos, aki erre tud áldozni, és hajlandó is, ha őket keressük, ők keressenek minket. Így tudunk úgymond elérhető áron magas minőséget eljutatni az emberekhez, hogy mindenki nyertese ennek a történetnek, hogy nem 8 kézen keresztül ment, mindenki által lesápolt húst kap meg, ismeretlen eredetűt, sokszor itt-ott átcsomagolva, hanem láthatja nálunk élve az állatot, majd láthatja itt feldolgozva is, és biztos lehet abban, hogy milyen minőséget kap. Itt pár húst raktunk ki most, hát a legismertebb talán a Belsin, ami steak hús. Ez egy cowboy steak, ez skirt nevezetű, flat iron, hátszín, csont nélkül, ez pedig egy hátszín, egy T-bone steak, azért T-bone, mert egy T-alakú csont van így a fűrésznek, a bocsátbajnak köszönhetően, tudjuk már így is kivágni a húsokat. Ez ugye neki nagyon nagy divatja van, cowboy steaknek is, talán ami kevésbé ismert, ez a skirt, illetve és a flat iron, de ezek is nagyon ízletes húst adnak, vagy sültet adnak. A bélszint talán a steakek közül ezt ismerik legtöbben, a legdrágább része a marhának, de én úgy gondolom, hogy vannak sokkal olcsóbb, legalább ennyire jó finomabb húsok, vagy legalább ennyire finom steakek egy marhában, nem mindig a legdrágább a legjobb. Szeretem én is lesütni többször a húsainkat, hogy hiteles információt tudjak adni, vagy segíteni a vásárlóinknak. Ezért ezek most ilyen érlelési fázisban vannak, és családdal szépen majd elcsipegetjük őket. Hogyan lehet elkészíteni ezeket a húsokat, hogy minél jobban érezedjen az íze? Ugye ezek a húsok hirtelen sütésre vannak kitalálva, vagy pontosabban úgy érvényesül legjobban a karakterük, az ízük. Minél nagyobb hővel lezárni a rostokat. Én nem szoktam átsütni véletlenül se, kérgesíteni, minél előbb lezárni, bent tartani a húsnak a saját szaftjait, utána adok neki egy fokhagymás, rozmaringos vajfürdőt, félreteszem, pihentetem, és úgymond véres állapotban mi úgy szeretjük, hogyha a gyerekeim annyira gurmék, hogy annyira tudják már, hogy úgymond, hogy mi a jó, hogyha mondjuk elmegyek médiumig, vagy well done-ig nem, szóval az átsült állapotig semmiképp, de ha már ilyen félig átsült állapotig elmegyek, már akkor azt mondja, hogy apa, süssél nekem egy normális szeletet. Beszéltünk itt a jó steak elkészítéséről, de melyik a legideálisabb köret menni? Szerintem egy másik steak. Nem, én csak paradicsomot, uborkát, valami semleges lédús zöldséget szoktunk mellé csipegetni, almát. Én nem púpra akarom enni magam, hogy most krumplival bezabáljak, vagy kenyér, nem. Hús, zöldség, akkor semmi szénhidrát. Akkor ezt elmondhatjuk, itt az ízelmény a legfontosabb. Igen, abszolút. Ez arról szól. Ez nem arról szól, hogy most fél kilót megegyen belőle az ember, bár mi néha megtesszük ezt is, könnyen vagyunk, de minőségi étkezés.
nem drágább ebből egy 30 dekás szelet, mint bemenni egy gyors étterembe és enni valami nem túl egészségeset. Milyen alkalmakra tudnál ön elképzelni egy steak szeletet? Én reggelire, ebédre, vacsorára. Minden, gyors étel, szóval nem kell egész nap a konyhába állni, hogyha ezt akarod, hogyha ha ezeket a húsokat nyilván elő kell készíteni. Nincs olyan, hogy kiveszem a hűtőből és megjárok sütni, mert akkor rossz lesz a végeredmény. Ezt a húst, ezt ki, hogyha én szombaton délután sütni akarom, akkor szombat reggel kiveszem a hűtőből és kiteszem a konyha asztalra. Leítatom egy papírra, kibontom az csomagból, leítatom egy törlőpapíron vagy egy rongyal, leítatom róla a nedvességet, és hagyom szépen fölmelegedni szobahőmérsékletre. Hogyha hidegen indítom a húst, rossz lesz a végeredmény, hogyha szobahőmérsékletről, akkor tudom elérni azt az állapotot, hogy néhány perc sütéssel omlós végeredményt érek el. 6 hónap, 5 ország, több mint 4600 km gyalog. Zelei György Portugáliából indulva Spanyolországon, Franciaországon, Olaszországon, valamint Szlovénián keresztül érkezett haza szeptember 29-én. A kisteleki zarándok november 8-án városunk művelődési központjában mesélte el az elmúlt 6 hónapban a zarándok úton szerzett tapasztalatait, élményeit. Én nagyon örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Van egy olyan tervünk, hogy Kisteleken és környéken élő, nem hétköznapi emberekkel beszélgessünk, és ennek a legyen a vendégünk beszélgetés sorozatnak az első vendége Zelei György, a kisteleki zarándok. Először is Gyuri, hadd adjam meg polgármester úr üdvözletét, ön nagyon szeretett volna veled beszélgetni, most velem kell beérjék emiatt, polgármester úrnak elfoglaltsága akad. Gyuri, milyen érzés itt van lenni? Nagyon jó. Maga az, hogy minden kéznél van. Tehát a víz, a hűtőszek, kaja, a mostó, ami szinte nagyon fontos, hogy az ember hun tudja elvégezni a dolgát. Meg hát, hogy nem kell semmi se gondolkozni, hanem mindent tudok. Tudom, hol van a bót, azt minden nap. Minden nap keresik el, hogy most hova menjek, hol lesz, nyitva van, mikor nyit, mikor zár, tehát ez egy állandó probléma. 4600 km zarándoklat után egy hónapja ismét Kisteleken, hogy érzi magát? Most tudtam meg én is, ahogy hazajöttem, hogy annyi idő kell visszaállni, mint amikor elindultam, és ott rá tudtam állni az útra. Hát ez egy 3-4 hét volt ott kint. Mire tehát a hólyagok, vízhólyagok elmúltak, a izomláz, meg a hátizsákot megszoktam, meg ilyenek, és most, hogy hazajöttem, szintén köllött egy ilyen 3-4 hét, hát egy hónap, mire a testtartásom visszaállt, mert ugye a hátamon a hátizsák, az 20 kiló, és akkor ez miatt előre bukva megyek a hátizsákkal, és hogy most nincs rajtam, és kicsit furcsa menni, meg az izmok mindenek átállnak. Tehát ez a 6 hónap alatt minden átáll arra az életvitelre, meg arra a súly a hátamon, és ennek idő kell, hogy visszaálljon. És hát most eltelt már több, mint egy hónap, és most kezdem már érezni úgy, hogy na most már úgy, tehát újból a régi vagyok a testtartásban, meg ilyenben. És hát a furcsa az volt talán, amikor átléptem a magyar határt, hogy értik, amit mondok. Tehát magyarul beszélek, és értik. Hát ugye, tehát a magyar határt, amikor elértem, hát ez körülbelül hát több mint 5 hónapot jöttem, és ott kint, tehát én nem beszélek más nyelvet, csak magyart, és ott nem tudtam senki, tehát nem tudtam megértetni magamat, csak a mobiltelefonnal, tehát a Google fordítóval. És akkor ez most furcsa volt, hogy itthon vagyok, és akkor nem kell Google fordító, meg semmi sem, nem egyszerűen értik, amit beszélek. Lisszabontól egészen Kistelekig sétált.
Hogy érezte magát ezen az úton? Hát ez egy nagyon hosszú út, és jó volt. Tehát a tájakat, a nagyon sok templomot megnéztem, nagyon sok érdekességeket. Tehát az óceán, az engemet, tehát az óceán és a tenger az egy fantasztikus. Tehát hegyes tengerpartok mellett jöttem el, a Camino. Hát a Camino Nortén, és hát az nagyon, nagyon szép. Hegyeket másztam ott, és akkor, és az óceánt látva hullámzik, meg tehát ezek szépek. Hát maga az úton sok minden történt. Az eső, a napsütés, a hideg, a meleg, tehát ugye 6 hónapról beszélünk, tehát a tavasz, a nyár, az őszinte benne van, és tehát hogy a hátizsákom is ez miatt ilyen nehéz, hogy a meleg ruhát is köllött, hogy vigyek, váltóruhát, váltócipőt, és hát ez tehát én nekem nagyon tetszik. Hát én már most 6 éve megyek, gyalogolok, különböző hosszúságú utakat megtettem, és hát most ez lett a leghosszabb. Tehát volt az 1000 kilométeres Camino Francia út, Mária út volt 1600 kilométer, a kék kör Magyarországot megkerültem, az volt 2500 kilométer, és most ez az európai Camino Budapesttől Santiagoig, még én pluszban megtudtam a portugál Caminóval, meg még hogy Budapestről hazajöttem Kistelekre, és így lett ez, tehát ez 4600 kilométer. Mai este címe is ez, Lisszabontól Kistelekig. Mivel várja a közönséget? Hát most kérték, hogy hozzam a hátizsákot, hogy meg szeretnék nézni, hogy miket vittem magammal. Ugye a sátor, matrac, hálózsák, ruhákat, meleg ruhát, váltóruhát, cipőt, meg ilyeneket. Hát, és a képeket is hoztam. Tehát ugye ott ezen a hosszú úton készítettem 6700 képet, hát most ebből egy 900-at hoztam el, hát majd meglássuk, hogy mennyire lesz idő, meg hogy sikerül megmutatni ezeket a képeket. Itt is van még zokni. Akkor egy elosztó, hogy tudjam tölteni a mobiltelefont, ha esetleg, mert most 2 mobiltelefont vittem, mert amikor a Mária úton mentem, Mária Certe Csíksomjóig, akkor egy telefont vittem, és az erdőbe elveszett, kiesett a zsebemből. És még Ausztriában. És hát mondom, az itt készít vége. Hát mehetek haza, ugye se térkép, se nem tudok hívni senkit, tehát kérdés. Másfél óráig mentem lefő az erdőbe, mert még nem is olyan kitaposott úton mentem, ahol látom az, hanem így az egyik fa mellett pokor össze-vissza, és akkor tehát ilyen levelek voltak, falevelek, és alá csúszott a telefon. Úgyhogy másfél óráig mentem, mire egyszer megpillantottam, hogy ott van a telefon. Úgyhogy mondom, hála Istennek, hogy és akkor most ezért 2 telefont vittem, és akkor az is, hogy legyen egy ilyen elosztó. Ez meg egy széket próbáltam csinálni, de ez pluszba azért is vittem a botot, a túrabotot, mert egyébként én nem szeretem a túrabotot. Tehát én azt szeretem, hogyha nincs nálam semmi kezemben. És akkor most ezt az egyet mondom elviszem, meg csináltam egy széket, hogy mondom le tudjak ülni. De hát ez se, hát ugye ez most csúszik, de hogy le tudjak ülni, hogy nincs pada, se az erdőben, falun is átmegyek, úgyhogy nincs pad.
És akkor megy az ember, mit tudom én, 10-20 kilométert, és már úgy leülne, de hova? Földre? Tehát ez nem olyan, nem pihen. Na most csináltam ezt, de ezt sem használtam. Sajnos nem. Tehát nem mert mire most előveszem meg, mit tudom én, tehát nem bátra. Ha mai ízelítő után valaki kedvet kapna egy hasonló zarándokútra, hogyan kezdje el a felkészülést? Hát igazából, tehát egy kisebb utakkal, rövidebb utakkal. Az első utam az nem volt hosszú, 9 kilométer talán, a Dómtól, bent Szegeden a Dómtól mentünk Deszkre egyik este, az volt 8-9 kilométer, és akkor utána jött egy kicsit hosszabb, az 100 kilométer volt, és az volt Balatonalmádi és másik neve Tapolca között, és akkor utána jött a Camino, francia Camino, az volt ilyen 900 kilométer, és akkor így épült föl. Tehát most is, ahogy elindultam ezen a hosszabb úton, tehát én azt mondtam, hogy fejbe ez az út megvan nekem, de azért nem mertem rámondani, hogy én ezt biztos meg fogom tudni csinálni, mert az egészségileg nem tudni, hogy majd a lábam, a betegség, vagy valami közbe jön, és akkor, hogy az esetleg akadályoz. Tehát én így építettem föl ezekkel a mindig hosszabb utakkal, hogy meg tudjam csinálni ezt a 4600 kilométert. Milyen tervei vannak a jövőt illetőleg? Aha. Hát ez most annyira, tehát ez az út, ezt úgy érzem, hogy ez a maximum, tehát már most ettől hosszabbat nem tudnék megcsinálni szerintem, tehát időbe sem, meg azért ez ki is fárasztott. Majd valószínű kisebb, rövidebb utak. Hát ilyen, nem tudom, 500-1000 kilométer, vagy valami ilyesmi. Hát majd biztos, hogy lesz még. Tehát még nem tartom magamat öregnek ahhoz, hogy leálljak ezekkel a utakkal. Az augusztusi hosszú hétvégén tartották az Ópusztaszeli Nemzeti Történeti Emlékparkban a Magyarok Országos Gyűlését. A 4 napos rendezvényen stávunk a Vidék Jövője sátor előadásaiból válogatott. Kátai Piroska, a magyarországi Anasztázia mozgalom képviselője, a Szeretett Terem műhely megalapítója előadásában olyan fényes gondolatokon alapuló családi közösségi terekről mesélt, ahol a legfontosabb az, hogy a természettel társteremtésben a birtok egy élhető, élő, teremtő térré váljon az ott lakók számára. Ezt az előadást tekinthetik meg felvételről. Eddig, illetve nem egészen csak a rációkat mozgattuk, szerintem már ma sem. Azért, aki itt volt Kovács Gyula előadásán, Rózsa Péter előadásán, ott azért nem csak a rációt mozgattuk, hanem az érzelmeket is, és a szellemeket is. Jó, és majd Piroska is ügyesen fogja a mikrofont, jön 45 fokkal, és most még inkább a szellemi magaslatokba emelkedünk. A téma ugyanaz, egészséges táplálkozás, úgyhogy a téma az ugyanaz, és nézzük meg, hogy hogyan lehet megközelíteni egy kicsit másképp, és átadom a szót Kátai Piroska Sellának. Köszönöm szépen, már megszoktam, hogy előttem mindig, aki beszél, az jóval hosszabb ideig beszél, és akkor nekem maradt 10 perc. De lehet, hogy most egy kicsit több, mint 10 percet kapok. Mert azt szoktam mondani, hogy az én mondanomat el tudom mondani 10 perc alatt, 5 perc alatt, 1 óra alatt, 2 óra alatt, 1 nap alatt, 10 nap alatt. Attól függ, hogy mennyi időm van rá. Most mennyi időm van, Kriszta? Három-négy óra, 45 perc, hát az bőven elég lesz. Először is meg szeretném kérdezni, hogy ki az, aki ismeri ezeket a könyveket, és már olvasta is. Sokan, körülbelül fele a társaságnak. És ki az, aki az első könyvnél tovább is jutott? Jó, még jobb.
Az egészséges élelmiszerről és táplálkozásról vajon melyik kötetben beszél Anasztázia a legtöbbet? A 7. kötetben, az Élet energiája című könyvben. Már a teremtésben is nagyon sokat beszél erről, de az egészséges, vagy az élet energiája az, ami tulajdonképpen a táplálkozással összefügg a fejünkben. De valójában nem. Valójában fordítva van. Az az ember, aki az isteni rend szerint él, az olyan táplálék után nyúl, amely egészséges. Tehát nem az van, hogy nekem egészséges táplálékot kell fogyasztanom ahhoz, hogy én egészséges legyek, hanem folyamatosan dolgoznom kell magamon, és egy idő múlva nem fogom kívánni azokat a vegyszerezett és vitaminban nem annyira feldúsított tápanyagokat, vagy táplálékokat, élelmiszereket, amelyek tudjuk, hogy hol lettek gyártva. Tehát ami gyártósorról jön le, és szépen be van csomagolva, az nekünk nem táplálék. Aki Anasztázia könyveket olvas, annak mi az elsődleges táplálék forrása? A kert. A saját kertjében, illetve Isten kertjében van az a tápanyag, táplálék, amire neki szüksége van. Én 17 évvel ezelőtt találkoztam a könyvekkel, és akkor még csak ez az első, illetve a második része volt lefordítva a magyar nyelvre, és utána az évek során 2010-ig bezárólag, ez 2007-ben volt, amikor én találkoztam vele, tehát már jó régen, évente egy könyvet fordítottak, tehát 2010-ben jelent meg az utolsó kötet, a 10. kötet, ami méltóképpen lezárja az egész szellemiséget. A történet röviden annyi, hogy van egy adott egy vállalkozó, aki pont azzal foglalkozik, hogy ilyen vidéki kis falvakból összeszedi a termelők által megtermelt kis zöldségeket, gyümölcsöket, és ezeket eladja azoknak, a városlakóknak, vagy azoknak, akiknek nincsen ilyenjük. És az egyik ilyen expedíciója során az író Vlagyimir Megre találkozik egy szőke, szép, fiatal hölgyel, aki mesél neki a természetes életmódról és a természetes táplálkozásról. És hát hitte is, meg nem is ezeket a dolgokat az író, de mivel ő maga is lebetegedett, ezért amikor a gyógyulása történt egy kórházban, akkor megtapasztalta, hogy milyen például a cédrus olajnak az ereje. Az egyes kötet, amit én elhoztam, most 5 darabot hoztam el magammal, vagy 6-ot, részletesen ír arról, hogy milyen hatása van a cédrusból sajtolt, hidegen sajtolt olajnak. Ugye a Szibériában nő, és Szibériában, a tajgában érintetlen erdő van. Minden második évben hoz ez a szibériai cédrus magot, és ezt sajtolják ki, és ez a rejtélyes szőkehajú Anasztázia nevű hölgy elárulta ennek a kereskedőnek, hogy hogy kell az olajat úgy kinyerni ebből a magból, hogy az ne veszítsen semmit sem a tápanyag értékéből. És utána ez a vállalkozó, amikor ő beteg lett, bekerült egy kórházba, és ezzel a cédrus olajjal őt kezelték, és jobban lett tőle, akkor megkereste ezt a szőke, hosszúhajú hölgyet az erdőben, és akkor töltött vele 3 egész napot, és a könyvek első pár része az erről a 3 napról szól. Regényes formában van megírva, tehát úgy nagyon könnyen fogyasztható, viszont nagyon mély tartalommal rendelkezik, spirituális tartalommal is, és információs tartalommal is. Amióta Anasztáziát olvastam, és szerintem Magyarországon sokan, mert több százezer, vagy több tízezer példány ment el, mert azt hiszem, hogy 100 000 körül, 100-120 000-nél tart. Tehát amióta elolvastuk ezeket a könyveket, azóta tudjuk, hogy bár nem kell, nekem nem kell, hogy tudományosan bizonyított legyen, de a tudomány már azóta be is bizonyította, hogy a növényekkel való kapcsolatunk, az befolyásolja a növénynek az íz és tápanyag értékét.
Én ezt nem akartam elhinni, viszont én magam is a könyvek hatására 5 évvel ezelőtt egy vidéki kertesházba költöztem, hogy kipróbáljam, milyen az, amikor én termesztem meg a saját növényeimet, és azt eszem, és az a tapasztalatom lett, saját tapasztalat, hogy körülbelül fele annyi szükséges, ez fele annyi szükséges ennem a saját magam által termelt táplálékokból, mint amit a boltból vettem meg. Tehát a boltban dupla annyit kellett vennem. Hozzáteszem, hogy ez akkor érvényes, főleg, amikor otthon vagyok. Ugyanis amikor az ember otthon van, és mondjuk nem megy el a városba, vagy bármilyen más ügyintézésbe, akkor egy sokkal nyugalmasabb energiában van, és akkor kevesebb tápanyagra is van szüksége. De azt észrevettem magamon, hogy amint be kellett mennem a városba valami ügyet intézni, már rögtön egy nagyobb reggelivel kezdtem, és később is a nap folyamán is többet fogyasztottam, mert úgy gondoltam, hogy a városban sokkal több energiát fogok elégetni. És ez most is így van. Lehet, hogy nem igaz, csak ez a gondolatom. De az tény, hogy amikor otthon vagyok, akkor alig eszem. Tehát reggelire, nem tudom, egy kis gyümölcsöt, délben egy óra és 3 óra között valamit összedobok, de az se olyan nagyon jellemző, salátákat általában. Tavasszal mindig csinálok egy zöld turmixot, ami a vadon növő füvekből áll, és mézből és almából. Abból egy hónapon keresztül minden nap 1 litert megiszom. Ez a tavaszi úgymond regeneráló turmixom. És onnantól kezdve egész évben azokat a gyümölcsöket és zöldségeket eszem, amiket én termesztek meg. Nem egy nagyon nagy macera, itt az Alföldön egyébként sajnos a tavaszt kell kihasználnunk, tehát én főleg a tavaszi veteménynek a híve vagyok, amit tavasszal meg tudok termelni, az oké, és utána júliustól már annyira kiég a kert, hogy akkor már csak a gyümölcsfákról tudok valamit szedni. Illetve most már a mogyoró, a dió is kezd beérni, a körte, a szőlő, tehát van sok minden most is. Én nem permetezem, nem hiszek a permetezőszerekbe egyáltalán. Elégedett vagyok a terméssel, tehát látom én is, hogy van, hogy több, van, hogy kevesebb, de nem ez a lényeg, mert ha valaki Anasztáziát olvas, az tudja, hogy egy fáról egy szem termés is elég ahhoz, hogy azt az információ tartalmat megkapja, amit a fa akkor neki adni akar. Tehát nem a mennyiségben van az erő, hanem a minőségben. Ezt nagyon kevesen és kevésbé akarják elhinni, de ez tényleg így van. És egyébként is, ahogy az ember halad a korával, 40-50 felé, jóval kisebb adagokat kellene, hogy egyen. Ugyanis a csatornáink is nyílnak ki, ahogy idősödünk, egyre érzékenyebbek leszünk, és a kozmikus energiákat is fogjuk. És a kozmikus energiák is táplálnak, ugyanúgy, mint a fizikai étel. Na és Anasztázia nagyon sokat beszél ezekről a kozmikus energiákról, hogy mik ezek, hogyan használhatjuk ezeket, hogy ez mennyire, hogy ez hogyan hat ránk az egész testünkre. Viszont én arra jöttem rá egy a 17 év alatt, hogy városi életmód mellett nem lehet így táplálkozni. Tehát nem lehet. Mert itt megint az van, hogy fordítva van. Tehát nem a salátától leszek egészséges, hanem egészségesnek kell legyek, hogy salátát akarjak enni. Tehát azok az emberek, akik egészségtelen ételeket esznek, azok az nem elég, hogy azt mondom, hogy holnaptól kezdve nem eszek egészségtelen ételt. Nem ez az út. Hanem először meg kell találni azt a módját a személyiségfejlődésnek, hogy én hogyan jutok el odáig, hogy az isteni diéta szerint étkezzek. Milyen az a lélek, milyen az a gondolkodásmód, milyen az a test, ami egy tiszta gyümölcsöt, egy tiszta zöldséget kíván. Tehát innen indul el a történet. El lehet kezdeni onnan is, hogy biopiacon kezdek el vásárolni, de ha még kívánja a szervezetem a szalámit,
meg a nem tudom mit, amirehez hozzá vagyok szokva, akkor az azt jelenti, hogy neki azt még meg kell adni. Mert neki arra ott még információban szüksége van. Tehát én inkább azt javasolnám, hogy az Anasztázia könyvek ebben nagyon segítenek, hogy a gondolkodásunkat kezdjük el megváltoztatni, és hát ezelőtt állunk, mert ugye itt most végighallgattam két előadást, nem végig, de úgy nagyjából meghallgattam a Kovács Gyulát is, meg a Rózsa Pétert is, és Kovács Gyulától én magam is vásároltam fákat. Van szilvafám, mogyorom, almafáim, amik oltványok, ilyen picike kis 30 centis botocskák voltak, amikor elültettem őket, és a Gyula elmondta, hogy nem szabad metszeni, nem szabad permetezni, és ez így is van, tehát nem metszem, nem permetezem őket, gyönyörű fák lettek belőle, tehát ez volt 2019-ben, tehát most már 5 éve, és most már termőre fordult mindegyik, és a lószemű szilvám az most érett be, hát valami mennyei, tehát olyan annyira finom volt, hogy abból egy nap egy szem szilva, az bőven elég volt. Tényleg. Tehát így a markomba alig fért el, akkora szemű szilva volt róla. És egyébként az a fa nagyon, azt a virágos kertbe ültettem, mert azt találtam ki, hogy oda. Tehát nálam például a faültetés az nem racionálisan néz ki, hogy leülök egy papíron, és akkor megtervezem a kertet, hanem úgy néz ki a faültetés, hogy kimegyek a facsemetével, és körbejárom vele a kertet. Megsétáltatom a facsemetét, és megpróbálok ráhangolódni, hogy ennek a facsemetének most hol lenne a legjobb helye. És tavaly például cseresznyéket ültettem, vagy tavasszal, és azt mondták, hogy párba vegyem őket, egy Germansdorfit, meg egy Katalin nevezetű oltvány. És kitaláltam, hogy az egyiket ide, a másikat meg 3 méterrel arrébb. És amikor ültettem a fákat, képzeljétek el, már ki volt ásva az ültetőgödör, és amikor ültettem a fákat, akkor az egyik fa mondta, hogy ő nem abba a gödörbe szerette venni, hanem a másikba. Tehát én meg kitaláltam fejbe, hogy akkor ide a Germansdorfi, oda a másik, és ők cseréltek. És tényleg jól tették, mert mind a kettő nagyon jól érzi magát a helyén, de az egyik kifejezetten jobban érzi magát, mert több ágat, oldalágat hozott, és ő volt az, aki szólt, hogy ő nem oda akar menni, hanem a másik gödörbe. Úgyhogy igen, ez már egy kicsit lehet, hogy nevetséges, amit mondok, de ez tényleg így van, abban az esetben, amennyiben az ember rá tud hangolódni arra a frekvenciára, arra az energiára, amin a növények rezegnek. És akkor most egy picit hagy idéznék az Anasztáziából a mag ültetésével kapcsolatban, mert szerintem minden ott dől el, amikor a mag bekerül a földbe. És a magnak adunk egy esélyt. Most az már sok éves gyakorlat, hogy tavasszal nem szabad az alföldön ültetni, csak ősszel, mert akkor van elég annyi eső, hogy utána abból még ugye tud valamennyire gyökere tereszteni tavasszal. Most tavasszal ültettünk dísznövényeket a kertembe, és hát óriási szenvedések vannak a locsolásban, hogy megmaradjonak, de még jól bírják. Tehát a magot ültetjük el, és a magültetés az nagyon fontos. A magültetés az tulajdonképpen minden információnak és a növénnyel való kapcsolatunknak az alapja. Tehát ez képezi az alapot. 2,5 oldalt fogok elolvasni ebből az egyes kötetből, aminek az a címe, Anasztázia tanácsaiból a növényi mag az ember orvosa. Anasztázia azt állítja, minden egyes parányi kis magocska óriási mennyiségű kozmikus információt hordoz magában. Ezt az információ tömeget, mennyiségét és pontosságát tekintve semmilyen mesterséges, emberalkotta információval összehasonlítani nem lehet. Ezen információk segítségével a magocska pontosan, másodpercekre bontva tudja, mikor érkezett el az ébredés pillanata, mikor kell gyökeret eresztenie, a földből kinőnie, milyen tápanyagokat kell felvennie onnan, hogyan kell felhasználni az égitestek kisugárzását, a napét, a holdét, a csillagokét, tudja, mivé kell nőnie, milyen gyümölcsöt kell teremnie.
A kitermelt gyümölcsök pedig az embert életének biztosítását hivatottak szolgálni. És ezek a termések ténylegesen képesek, ráadásul jobban, mint a világ legjobb emberi elme alkotta, akár jelenleg, akár a jövőben használatos gyógyszerei, az emberi szervezet bármilyen betegségével megküzdeni és ellenállni. Ám ahhoz, hogy ez így legyen, a magocskának ismernie kell az ember szervezetét. Ismernie kell azt azért is, hogy a növekedése során a termést feltölthesse az adott ember gyógyításához, betegségéhez nélkülözhetetlen arányban felvehető tápanyagokkal, feltéve, hogy a betegség már folyamatban van, vagy az emberben megvan rá a hajlam, az adottság. Ahhoz, hogy az ember kertjében vagy telkén termesztett uborka, paradicsom, vagy akármilyen más növény magjában meglegyen ez az információ, feltétlenül szükséges elvégezni a következőket. A kiültetés előtt vegyük szánkba egy vagy több pici, be nem áztatott magot, s tartsuk a magocskákat nyelvünk alatt legalább 9 percig. Aztán vegyük a magokat két tenyerünk közé, és tartsuk azokat így 30 másodpercig. Míg a magvacskákat a két tenyerünk között tartjuk, fontos telkünk azon pontján mezítláb állnunk, ahol majd megtörténik az ültetés. Ezután nyissuk ki tenyerünk, és a rajtuk nyugvó magocskákat emeljük óvatosan az ajkunkhoz. Ekkor tüdőnkből leheljünk ki rájuk levegőt. Lélegzetünkkel melegítsük fel a magocskákat, hogy a parányi mag megismerje mindazt, ami bennünk van. Ezután tartsuk még a magocskákat 30 másodpercig széttárt tenyerünkön, és mutassuk be őket az égbolton lévő égitesteknek. Így a mag megállapítja feléledésének pillanatát. Ebben majd az összes bolygó segíteni fogja. És miattunk, értünk, megajándékozzák a csírákat a szükséges fénnyel. Ezután a magocskákat beültethetjük a földbe. Semmilyen esetben sem szabad rögtön öntözni, nehogy a víz a magocskáról lemossa a nyálat, amit tőlünk kapott, és a már belőle és a helyzetből nyert információkat, melyeket a magocska magába szívott. 3 teljes nap elmúltával azonban az elültetett magokat meg lehet öntözni. Feltétlenül szükséges, hogy minden zöldségféle kiültetése a megfelelő napon történjék, ami az ember számára már hozzáférhető a lunáris kalendáriumok révén. A túl korai kiültetés az öntözés mellőzése mellett távolról sem olyan veszélyes, mint a késői. Nem szükséges az összes dudvát rögtön eltávolítani a már kicsirázott és a földből kibukkan növényke körül. Fontos a különböző fajták közül legalább egyet meghagyni, a dudvát le lehet vágni. Anasztázia szavai szerint a magocska az emberről nyert információkat így módon magába fogadja, és termése növekedésének folyamatában a maximális módon fogja majd a világegyetemből és a földből azokat az energiákat felvenni, melyek éppen annak az embernek szükségesek, aki ezt így elültette. Az összes dudvát azért nem lehet eltávolítani, mert nekik is megvan a maguk küldetése. Vannak olyanok, amelyek védelmezik a növényt a betegségektől, mások kiegészítő információkkal látják el azt. A növény növekedése során feltétlenül szükséges a növényekkel kommunikálni, elmenni hozzá, megérinteni azt, még akkor is, ha erre a növény növekedése alatt csupán egyetlen egyszer kerülne sor. Anasztázia azt állította, hogy az olyan növények termése, melyek így módon ültetett magukból keltek ki, és azokat az ember elfogyasztotta, képes az embert bármilyen betegségéből teljes mértékben kigyógyítani, a szervezet öregedését jelentős mértékben késleltetni, káros szenvedélyeitől megszabadítani, értelmi képességeit a többszörösére növelni, és lelki békét adni neki. A termésnek akkor a legnagyobb a hatása, ha a szüret utáni közvetlen 3 napon belül elfogyasztásra kerül. Eddig volt a részlet, ez ebben a könyvben megtalálható, elolvasható, és igazából én ezt tudom bizonyítani, kísérletet végeztem paradicsommal,
Volt olyan paradicsom, aminek a magját bevettem a számba, nyállal indítottam el, és úgy tettem a földbe, és tőle egy 3 méternyire olyan paradicsommagokat tettem a földbe, amiket meg nem nyállal indítottam el, illetve van még egy dolog, amit egy későbbi részben fogom taglalni, a locsolás. Hogy hogyan öntözzük azt a paradicsomot. Az pedig a következő, hogy a kezünk, lábunkat szappan nélkül, de akár a szappan sem káros, mossuk meg a vízben, és utána azt a vizet öntsük rá a paradicsomokra. Arra a paradicsomra, amit a nyálunkkal indítottunk el. Ugyanis a paradicsom, a növény maga így plusz információt kap rólunk, a személyről, akinek majd teremni fog, és a gyümölcsében fogja összegyűjteni azokat a úgymond gyógyszereket, tehát azokat a tápanyagokat, amelyeket az én nyálam által adott információ és a kéz- és lábvizem által adott információnak a hatására ő magában elkezd kitermelni. Tehát ugye Géczi Gábor rengeteget beszélt arról, hogy a falu határában, abból látva, hogy milyen gyógynövények vannak a falu határában, olyan betegségei vannak azoknak az embereknek, akik ott laknak, hiszen ott a régi falusi életben az emberek folyamatosan adtak információt magukról, a vizeletükkel, a hajukkal, tehát hogy sokat tartózkodtak innen a természetbe, az izzadságcseppek, amik lecsorognak az emberen, azok szintén információt adnak, ugye a faluba köpködnek sokszor, tehát az is nagyon-nagyon jó információ a földnek, sőt, hogyha valaki nem szereti belevenni a szájába a magot, akkor úgy is lehet, hogy egy ilyen kis edénykébe beleköp, vagy belecsorgatja a nyálát, abba rakja bele a magocskát, abba tartja, és utána úgy teszi el a földbe. Tehát itt a lényeg az az, hogy a mag folyamatosan kapjon információt arról, aki termeszti. Na most innentől kezdve a nagy mezőgazdasági koncernek, amikor hektárakon ugyanazt monokultúrában termesztik, nem igazából jó kiindulási alap annak, aki mondjuk ki akar gyógyulni egy betegségből. És éppen ezért vannak most már egyre többen felismerik azt az igényt, hogy kisebb területeken, tehát kertekben termesztenek meg kisebb területeken akár gabonát is, és erre is van ugye példa itt a körünkben is, akik a saját gabona növényüket megtermesztik, és abból sütnek saját kenyeret, és ők maguk aratják le. Tehát nem feltétlenül csak aratógép, meg cséplőgéppel lehet elképzelni ezt, hanem el lehet képzelni kézi munkával is. De hát a mai világban ki az, aki ezt meg tudja tenni? Hát az az ember tudja megtenni, akinek már van annyi ideje, hogy ezzel foglalkozzon. De ki az, akinek van annyi ideje, hogy ezzel foglalkozzon? Hát az, aki már felszabadította magát azokból a rabszolga dolgokból, amikben most benne vagyunk nagyon sokan. Tehát az, aki ezt a fajta szemléletet úgymond, tehát át akarja fordítani akár az egészségi állapotát is, annak az első dolog az az, hogy ki kell jönni abból a munkából, ami rá károsan hat. Ez az első és legfontosabb dolog. Mert hogyha az ember egy káros, mérgező munkahelyen van, és napi szinten nyeli a mérget, akkor mindegy, hogy mennyi salátát eszik mellette, akkor sem lesz egészséges. Tehát először is fel kell szabadítanunk magunkat azokból a lekötöttségeinkből, amelyek minket mérgeznek. Persze ennek van egy olyan módja is, hogy átfordítom magamban gondolatban, hogy igaz, hogy egy olyan környezetben vagyok, de nem veszem fel. Vagy megpróbálom pozitívvá átfordítani azt, ami velem történik. Tehát ez az első lépés. A második lépés az az, hogy szerzek egy olyan területet, az nem fontos, hogy az enyém legyen, de jobb, hogyha az enyém, ahol tudok egy kicsit kertészkedni, ahol el tudom vetni a magjaimat. Ez akár még lehet egy tömbházban is, most már nagyon sok városi helyeken vannak magaságyások és
az emberek nagyon örülnek, hogy, hogy panelházak között is van egy ilyen kis kert, és akkor oda lemegy, és ott gondozgatja, már az is terápiás hatású. De a balkonládában is termeszteni egy kis petrezselymet, vagy minimális fűszernövényt, vagy akár paradicsomot is vödörben, én csináltam azt is, az is terápiás jellegű, mert rögtön kapcsolatom van a földdel. És a kapcsolat a földdel, a kialakított kapcsolat a földdel és a növényekkel, az már eleve jó hatással van rám, már eleve ad egyfajta jó érzést, és hogyha ezt még egy kertben is meg tudom tenni, egy nagyobb területen, és vannak sikerélményeim is, hogy miket termelek, és azokat a növényeket még netalántán a magukat is ezzel a módszerrel, amit itt felolvastam, így kezdem el termeszteni, akkor biztos és garantált az eredmény. És ehhez még nem is kell nagy kert. Tehát el lehet indítani egy 100 négyzetméterrel, vagy még kisebbel is. Tehát akár 20 négyzetméteren is lehet paprikát, paradicsomot termeszteni. A lényeg, hogy kezdjük el, amit a Kovács Gyula is mondott. Nagyon sok mindent tudunk már, olvastunk, videókat nézünk. Én is néztem 1000 millió videót a szőlészetről, meg mindenről. De addig az csak egy információ marad, amíg mi azt a gyakorlatban el nem kezdtük tenni. Ha viszont elkezdjük tenni, akkor az tudássá válik. Tehát van az információs szint, a magyarok mindenben nagyon okosak, minden nagyon tudnak, de hogyha tenni kell, az már egy tudás, és ez az a tudás, ami igazából hasznos is. Az információs szint az még semmi. Tehát az olyan, mintha nem is lenne. Mert amit nem alkalmazunk, és azt én is a saját bőrömön tanultam meg, hogy amit nem alkalmazok, az sajnos nincs, az nincs jelen. Úgyhogy kertészkedéshez nem mindenkinek van hajlama, és nem is mindenki szereti, és van egy ilyen rossz beidegződés is, én nekem is volt egy ilyen, hogy amikor gyerek voltam, akkor rengeteget dolgoztattak a földeken, a szüleim, kukoricánk volt, hosszú sorok, nem is láttam a végét, borzalmas volt, és azt mondtam, hogy ha én egyszer innen kiszabadulok ebből a kukoricatermesztős létből, soha többet vissza nem jövök ebből a hülye kis faluba. Hát erre eltelik 25-30 év, és mi történik? Visszakerülök a kis faluba, és majdnem ugyanazt csinálom, mint amit gyerekkoromban utáltam, csak a sorok nem annyira végtelen hosszúak, mint amik akkor voltak. De megfordult bennem ez a dolog pontosan azért, mert én is kezdtem érezni, hogy abban a városi környezetben, amiben éltem és amiben beleraktam magam, nem érzem jól magam. És akkor kezdtem keresni, hogy mi az, amitől jobban érezném magam, és akkor visszataláltam tulajdonképpen a természethez. De én nekem nem volt elég annyi, hogy kimegyek, mert az is nagyon jó természethez visszatalálás, hogy kimegyek az erdőbe sétálni, és akkor nagyon természetbarát vagyok. Itt igazából, amire Anasztázia felhívja a figyelmet, az a kapcsolat. A kapcsolat a növényekkel, és Anasztázia még tovább megy. Kapcsolat az egész kozmosszal. Ugyanis a növények folyamatosan kint vannak. Ugye mi emberek mit csinálunk? Éjszakára lepihenünk bent egy házba, és elzárjuk magunkat fölül is, és a legtöbbször alul is magától a földenergiának az áramlásától. Ugye alulról, ha lebetonozzuk a házat, akkor onnantól kezdve már nincs földsugárzás, fölülről meg mennyezet, meg tetőcserép, és ott is nehezebben jön be a kozmikus energia. Igazából az ember is akkor lehetne része a természetnek, és akkor tudná az egészségét a legjobban fenntartani, ha kint aludna. Mivel a növények viszont folyamatosan kint vannak, jobb esetben ugye a kert, kinti kerti, tehát nem a fóliás termesztésre gondoltam, vagy üvegházasra, ők folyamatosan kommunikálnak az univerzummal, vagyis hogy a kozmosszal. És a kozmoszban minden információ ott van, és ők lehozzák, ők megkapják a napnak is, meg a holdnak is az erejét. És nekünk erre szükségünk van. És mivel mi bemegyünk a házainkba, és lehatároljuk magunkat ettől az információs tértől, így a növények által kapjuk meg ezeket az információkat,
de csak azon növények által, amik tényleg láttak napot, holdat, csillagokat, mert az a növény, amit bent termesztenek egy fóliában, az már nem kapja meg. Vagy csak nagyon keveset. És minél kevesebbet kap meg az ember, annál kevésbé lesz kapcsolatban ezzel az egész körrel, és akkor jönnek a megbetegedések, vagy nem feltétlenül mindenkinél, de a legtöbbségében igen. És ugye az orvos mit szokott mondani, amikor valakinek rossz a gyomra, emésztési problémája van? Térjen vissza a természetes táplálkozásra. Tehát milyen zöldségdiétára, gyümölcsdiétára fogják a legtöbb embert, amikor tisztulnia kell. Hát ezt otthon mi el tudjuk érni. Nekem nem voltak nagy bajaim fizikailag, de az biztos, hogy sokkal kicsattanóbb lett az egészségem, és sokkal több energiám van, amióta kertes házas létben vagyok. Tehát én szerintem, és a könyvek szerint is, az egészséges életnek az alapja az a természettel való visszakapcsolódás, és ebben a növények a legnagyobb segítők. Az állatok is nagyon jók, de az állatok már, én azt figyeltem meg, hogy a mi energiánkra vannak rácsatlakozva. Tehát amilyen a gazda, az állat is körülbelül ugyanolyan lesz. A növények már sokkal inkább veszik a kozmosz információját, és sokkal tisztában adják vissza, illetve ugye sokkal szelídebbek. Tehát egy növényhez, amikor az ember közelít, akkor bármit csinálhat vele, még egy állat azért kommunikál, meg odacsap. Egy növény bármikor kiúszhatok, meg bármikor letörhetek, nem fog visszaszólni, tehát ott az ember még saját önmaga is tükröződik a növényen. Hogy mit csinál azzal a növényel, az őról a szól. A fa meccés is rólunk szól. Tehát miért metszük a fát? Mert nagyobb hozamot akarunk, terméshozamot. Miért akarunk nagyobb terméshozamot? Mert pénzügyi gondolkodásunk van. Nem abban gondolkozunk, hogy arra az egy fáról egy évben csak egyetlen egy gyümölcsöt kell elfogyasztanom, hogy megkapjam a fának az információtartalmát. Ehelyett kilószámra zabáljuk a mindent, és információt nem is kapunk, de nagy gyomrokkal ülünk le, és szuszogva egymás után nézegetjük a csatornákat. Tehát igazából ugye ez történik most, és az, aki viszont kint van, és kertészkedik, és együtt van a természettel, azok általában nem a kövérebb alkatú emberek, és sokkal, tehát kitisztulnak, tisztább lesz a gondolkodásuk is, és nem fognak olyan dolgokat tenni, ami a természet ellen való, hiszen ők benne vannak, ők élik, értik. Itt a vízgazdálkodás, ugye, itt az Alföldön nagyon nagy probléma az, hogy nincsen víz. Ezt én is érzem minden nap, és amit említettem az, hogy valahol át kell állnunk, tehát hogy mit tud az ember önmaga is tenni azért, hogy több legyen a víz, hát ugye nagyon sok minden nem tud. Viszont átáll azokra a növényekre, amelyek ezt az éghajlatot kedvelik, mert egyébként maga a föld is változik, tehát benne van az embernek a tevékenysége is, de nagyrészt egyébként melegedés is van, tehát hogy most egy ilyen időszak van, mert én olvastam történelmi múltat idéző írásokat, és régebben is voltak ilyen hatalmas nagy szárasságok, és voltak nagyon-nagyon kemény telek, és még ezután is lesznek szerintem kemény telek is, csak mi most azt gondoljuk, hogy ez végleges, hogy most már itt csak melegedés van. Nem biztos, tehát én ezekben már kételkednék, de Anasztázia sem beszél erről. Anasztázia arról beszél, hogyha minden ember elkezdi ezt követni, akkor nem azt kell nézni, hogy a másik is követi, vagy nem, hanem azt kell nézni, hogy neki milyenné válik az élete, hogy lesz-e minőségileg jobb lesz-e az élete, és csak ez számít. És egyébként, aki az Anasztáziát olvassa, és aki eleve hívást érez, az abban már ott van bent az a kis csíra, hogy ezt csinálja, csak amit én látok, hogy nagyon nehéz ez áthidalás, hogy ugye kijönni abból, amiben most bele vagyunk rakva, mert én még azt sem mondanám, hogy kényszerítve, hanem ezt fogadjuk el, hogy
hogy pénzügyileg nekünk toppon kell lenni, 2-3 állás, sok pénz kell, és minden csak pénz. Közben meg a Kovács Gyula is megemlítette, hogy csak pusztán jó indulat és emberiesség kell ahhoz, hogy nagy dolgokat vigyünk véghez. És ez most is működik ebben a pénzvilágban is, de az tény, hogy át kell állítani a gondolkodásunkat erre. Tehát nálam nagyon, még ott a faluban, ahol én lakom, ott még működik ez a csere dolog. Tehát ha én adok valakinek, ő ad valami mást. És igazából, ha nekem nem terem jól a zöldbab, előbb-utóbb valakitől kapok zöldbabot. Tehát most például kisült a zöldbabom, de volt, akinek meg volt, és őtől lekaptam. Tehát, hogy kisebb településeken, kisebb helyeken azért jobban működnek még ezek. És organikusan is ki tudnak alakulni ezek a kapcsolatok, viszont azért kommunikálni kell a többiekkel is, aki ott vannak körülöttünk. Megtalálni egymást, az azért fontos. Meg szerintem a mi korosztályunknak még megvan az az igénye, hogy kapcsolódjunk személyesen is. Az a telefon még nem vette át annyira az irányítást, és mindig lesz egy sáv, akiket nem fog ennyire szerintem ez a benyelni ez az információs informatikus világ. Mindig lesz egy kis sáv, és a jövőben ők lesznek majd a mentő állomások, akikhez majd ki tudnak menni a megfáradt városi emberek, és ki tudják cserélni a saját energiáikat. És meg tudják kóstolni, hogy milyen egy ízletes körte, vagy egy alma, vagy hogy nem csak idared almát lehet kapni, tehát egy vidéken legalább 30 fajta almát ismerek, de a piacon, ha elmegy egy városi, akkor azt két fajtát ismer, a Starkingot, meg a idaredet, ezt a kettőt, meg a Jonatánt még talán, és kifújt. És egyébként meg millió fajta alma van, tehát ilyen, olyan, amolyan, egyik ilyenkor érik, másik olyankor. Ezt az ember csak akkor tudja meg, ha van saját fája, tehát egyébként nem. Nem tudom, hogy mennyi időm van még. Akkor kérdésre, esetleg még van idő? Igen, Tamás. Köszönjük, Piroska, ezt az idézetet, amit Anasztáziától felolvastál a magok vetéséről. Csak annyit fűznék hozzá, hogy mielőtt azt gondolnánk, hogy ez egy mai modern, spirituális irányzatnak a része, vagy akár egy néhány száz évvel ezelőtt kiveszett tudás, elmondanám, hogy egy pár nappal ezelőtt egy felvidéki ismerősöm mesélte, hogy az ő öreg anyja még megköpdöste a kukoricát, amikor elvetette, tehát ez egy élő hagyomány volt. Igen, én is egyik előadásomon odajött egy bácsi, már ő is idős volt nagyon, és mondta, hogy az ő nagyapja, most már megvan, hogy miért tartotta mindig a szájában a magot, mielőtt elvetették, hogy mindig ilyen nagy volt a szája, és mondja, hogy ja, hát most jöttem rá, hogy akkor ezért volt a nagypapának a szájában a mag. Tehát ez tényleg így van. Szóval másoknak valami megélés, tapasztalás, akár aki már olvasta, akár aki nem. Áldás nektek is. Én is minden magot a veteményesemben. Mindent, amit veteményezek már nagyon sok éve Erdélyben, Marosárpatakon és más helyeken, ugye beteszem a számban. Nem kilencet van, hogy egy ruhát is megforgatom. Az igaz, azért egy kicsit elgondolkozva, hogy egy kis felnéjük, ne jelzi frusztrációk, hogy amit átadok a földanyának, az Anasztáziának, a családom számára, és nem csak én magamnak egészséges tápértékként jön vissza. Nincs nagy pózam, nem is alatt öregszek. Még két követ sem használok ízbe semmilyen beszert. Úgyis nagyon bőtelmes van. És az egész ismerősök a városból kiállnak, gyümölcsöt szedni zöldséget. Nálam nincs van baj a vízgazdálkodással nagyon, mert megteremti az Anasztáziát és az Östen minden, ami szüksége van, ami nem van a könyvekben, minden, ha van egy hektáros telepkedés. Semmi nincsen. Két-három év alatt egy egész szimbiózis alakul, illetve egy termékeny közeg, meg zöldséges, meg gyümölcsfát, meg minden más élettér fontosságú teljesedik ki. Köszönöm.
Na, ha valaki akar, csak azt mondom, mindenkinek adok egy célus magot, hogy próbáljuk ki otthon, majd a ültetést. Na, ez fontos. Igen. Köszönjük szépen. Még valaki? Anasztáziához? Röviden, jó? Túl bonyolítani dolgot. Én is biotermesztőt látok. Nem lett elvetni fél hektáron, de csak saját részre, nincs nyeladásra. Nem eladásra termelék, hanem saját részre biotermékeket, minősítve is van a Hungária, hogy elhívják ökobalancia kártya által. És azt tudom mondani, hogy én azért kezdtem már 26 éve ezzel változtatni az életemet, mert jöttek elő olyan problémák, hogy mi jelezték, hogy változtatni kell. Tehát, hogy rosszul csinálom az életemet, és azt alá tudom támasztani, hogy a nyers ételekből, tehát vegyszerek mentesen, ha fogyasztjuk az ételeket, akkor sokkal kevesebb kell belőle, nem kell ültetni semmivel sem, csak meg kell változtatni személyeket. A túlmixokat használom 22 éve, vadnövényekkel, tehát gyerekláncfű, fehér libatók, akkor cukrúd, disznófajú, hát sok minden porcsin, lángyási kifű, csalám, meg a kikajátok nagy ellensége, parvas főz természetesen használ elég székbe, kérem szállítani, nyáron meg úgy jobban, egyébként leszek neki. Nem, itt vagyok. Toprolással kezdtem ezt a változtatást, hogy kitisztuljon a szervezet, és akkor utána megváltozik a bélflóra, és azok a baktériumok maradnak meg, amivel táplálkozunk, és utána azt fogjuk kívánni. Tehát megváltozik így az életünk, és nem kell küzdeni. De most, hogy mivel működik a szervezet jól, azt kell lenni. Nagyon egyszerű lekövetni, meg kell reggelizni, vagy ebédezni, és akkor nézzük meg utána, hogyan érezzük magunkat. Fittek leszünk, vagy utána álmosak, fáradtak, és kávé összenyúlni. Ha fittek vagyunk, alig várjuk, hogy valamit tegyünk, akkor jót csináljuk. Ha nem, akkor van tisztetni kell. Hát, megvan. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! A Anasztázia után szabadon, akkor Piroskának is egy nagy tapsot kérek szépen! És van itt egy párkönyv, amit hoztam. Párkönyv is van. Párkönyv, aki még nem olvasta, az nálam megveheti. Igen. Zoli is. Piroska, szabad megkérdezni, Anasztázia ma követem Vladimir Megrét. És nagyjából nincs információ új, mint a 10 kötetes könyv óta. Ma körülbelül milyen helyzettel tudunk? Anasztázia ugyanott van, ahol eddig volt, és ugyanazt csinálja, amit eddig, de a Megrével közös dolga az a 10 kötetnél lejárt, és azóta már sokkal több minden mást is csinál, tehát nem csak ezt az irányt, hanem ő kapcsolódik az univerzum más lényeivel is. De neki van két gyerkőcök is, ha jól tudom. Van két gyermeke, igen, és azok is a dolgokat teszik, de erről nem akarnak információt adni nekünk. Okay. Ez nem a mi dolgunk. Jó, csak hát közben azért a világ is változik. Tehetjük fel a ilyenkor a kérdéseket, hogy a világ változását hogyan követik le. Hát Anasztázia azt... Valójában a 10 kötetnek egy jól meghatározható része volt az, hogy az orosz anya, az orosz föld és az egyéb az mekkora rész vállal, miközben most egy új helyzet van. Igen, Anasztázia azt mondja, hogy vegyük ki a tanításokat, amiket mi szeretnénk, és kapcsolódjunk mi magunk vele, hogyha kíváncsiak vagyunk rá, hogy vele most mi van, meg a gyerekeivel. És hogyha releváns az információ, akkor megkapjuk, hogyha nem a számunkra, akkor nem fogunk kapni választ. Tehát, hogy most én miért akarom tudni, hogy ő mit csinál, nem mindenki tegye a dolgát. Tehát, kösz, jól van. Igen, biztos. Én nekem az az információm, hogy jól van, igen.
Igen? Tehát ha megeszek 3-4 kiló dinnyét, akkor egyszer rosszul vagyok, és rajta múlik, hogy... 3-4 kilótól? Mert nem jó dinnyét eszik. Rózsa Pétertől kellene adni. Én egész életemben dinnyéből sokat ettem. Tehát régen, mikor kicsi voltam... Kicsit több a vegyszer benne most már. Ha csak nem magának termelni. Hát azt majd meg kell kérdezni a dinnyéseket. No, tehát Anasztázia, jól van, köszöni szépen. Egy középkorú hölgy a... szibériai tajgában, akinek kedve van, keresse meg, és adja át üdvözletünket. Mi viszont itt vagyunk, se hideg nincs, se eső, úgyhogy nekünk teljesen más a dolgunk. Fizikai síkon, szellemi síkon viszont ugyanaz a dolgunk. Természettel kapcsolódni, gondolom ezzel együtt vagyunk, vagy egyetértünk itt a vidéki jövője sátorban, úgyhogy kívánok nagyon kellemes kapcsolódást, most pedig kikapcsolódást itt a vidéki jövője sátorból. A Kisteleki TV YouTube csatornáján megtekinthetőek a mai felvételek és a tegnapiak is, úgyhogy ezt ezúttal köszönjük Harangozó Sándornak és a kitartó operatőri feladatokat. Egy nagy tapsot nekünk! Köszönjük! Önök a heti mozaikot a Kistelek Városi Televízió közéleti magazin műsorát látták. Legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk új műsorra. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!